nagyon-nagyon örülünk, hogy ennyien vagyunk. Az élet egy picit mindig átírja a dolgokat, ez most is megtörtént, de örülök annak, ahogy átírta. Azt mondtam Viviennek, hogy valami olyasmivel szeretném kezdeni, amire ő nincsen felkészülve, úgyhogy ezt mondom is. Az jutott eszembe, hogy ennek a mai estének igazából jobban meggondolom, akkor 4 főszereplője van. Nem csak ő egyedül, mégpedig 3 ember, és egyetlen egy tárgy, de hogy ez a tárgy valóban tárgye, már erre majd még vissza fogunk térni. A 3 ember azért fontos, mert a 3 emberből egyetlen egyet azért legnagyobb bánatomra már csak megidézni tudunk, hogy az ördög tudja ki, hogyan gondolja. Szerintem ő is azt gondolja, hogy ő nem megidézendő, hanem velünk lévő, és azt javaslom, hogy mielőtt bármit tennénk, rögtön nézzünk meg egy nagyon-nagyon rövid kis filmet, mert hogy akiről beszélek, a 3 emberből az egyik, az Szepes Mária. A számára értelmezhető jelzésekké és szimbólumokká alakulnak át a látomások, álmok, megérzések, jelzésszerű egybeesések. A felismerések, a megértésig egyedül kell eljutnunk, minden más és mindenki más csak szerepet vállalt az odafelé vezető úton. Amikor eljutunk... Mesélj, mesélj valami, annyi mesélj. Nem is lehetett volna más. Akkor nincs összekövetés. De az idő az csak. Csak az ember számára szükséges. Elfelejtették volna, arra szeretném emlékeztetni önöket, hogy Mária néni mit mondott közvetlenül a legelején, és ez fontos most nekünk. Azt mondta Viviennek, hogy mesélj még, annyi mesélni valód van. És én ezt szeretném megragadni vele kapcsolatban, mert hogy ha kezükbe veszik az internetet, vagy a róla megjelent írásokat, hogy gyakorlatilag mindig ugyanazokkal a jelzőkkel fognak találkozni, hogy felkavaró, hogy provokatív, hogy különleges, hogy erősen hat. Igaz, hogy én most Vivien verseiről beszélek, és most nem ő a főszereplő, mármint, hogy nem a versek a főszereplők, de muszáj innen indítani. Úgyhogy Vivien, szerintem kezdjük onnan, ha nem haragszol, hogy egyszer egy rövid interjúban azt mondtad, hogy nagyon, nagyon rövid volt a gyerekkorod, és amire Mária is utalt, hogy annyi mesélni valód van ebbe a alig földrévén, nem mondom ki, hogy mennyibe, ebben az alig néhányba egy csomó minden belefért már. Egy nagyon rövid gyerekkor és utána a félvilág. Valóban így volt, úgy gondolom, hogy minden ember életei során eljön egy olyan, amikor nagyon rövid időn belül el kell számolnia a karmájának az összes terheivel és gyönyöreivel. És azt hiszem, hogy nekem ez az életem az, amelyikben ezt meg kell tennem. Nagyon sűrűk voltak az események, és ez azt eredményezte, hogy nagyon, nagyon mélyrehatóan, nagyon intenzíven kellett megélnem nagyon szélsőséges dolgokat a világ legterjedelmesebb skáláján, de ezeket nagyon gyorsan is kellett megélnem. Persze időközben úgy tűnt néha, mintha
az örökké valóságba ragadtam volna bele, és nem lenne vége sohasem, de, de valójában így visszatekintve nagyon sűrű és nagyon gyors volt. Milyen volt a, ugye már Mária néniről mondtam azt, hogy jó, sajnos nem lehet itt velünk, vagy az ördög tudja, hogy igen vagy sem. De ha valaki elolvassa a könyvnek, a tarókönyvnek és kártyának a hátulját, akkor ugye ott találkozhat Mária néni velvével. Hogy jön ide? Mária néni volt az az ember, ember, annál sokkal több, vagy talán a minden, ami így leginkább közre fogja azt, amit ő jelent nekem. Aki azokban a pillanatokban is gondoskodóan és szeretettel fordult felém, amikor az életem legnehezebb, legelviselhetetlenebb szakaszaiban tartottam, és mindig mutatta nekem az utat a saját önmegvalósításom felé, amit én időközben persze lehet, hogy csak később értettem meg, hogy merre vezet ez az út. Időközben nem mindig tudtam az okát a dolgoknak, mert felgyorsított tempó miatt nem mindig volt esélyem arra, hogy azonnali megfejtéseket tegyek szert, de ő volt az, aki végig mellettem volt, és így most elmondhatom azt, hogy amikor ez a kártya elkészült, akkor vált a kapcsolatunk a legintenzívebbé, tehát fizikai síkon is akkor találkoztunk a legtöbbet egymással, akkor beszéltünk a legtöbbet, és úgy éreztem, hogy ez egy olyan lépés volt, ami az utolsó pecsét volt, amit rá kellett nyomnom arra a bizonyos vizsgára, hogy igen, a mi barátságunk ezért hiteles, és ezért igaz és őszinte, mert ő képviseli azt a világot az írásaival, a személyével és az egész lényével, amit én a legközelebb érzek magamhoz, sőt, nem hogy a legközelebb érzek magamhoz, egynek érzem magammal. És olyan, mint amikor valakinek visszhangozzák a gondolatait. Amikor vele beszéltem, vagy amikor az ő könyvét olvastam, akkor folyamatosan a saját gondolataimat láttam visszatükröződni. És ezért ő nekem olyan lett, mint egy örök utitárs, egy őrangyal, aki szembeállított saját magammal, hogy felismerhessem saját magam. Azt mondtam a kezdet-kezdetén, hogy három főszereplő van és egy tárgy. Azt viszont elfelejtettem, hogy megtegyem, hogy a tárgyat felmutassam. De azt is mondtam, hogy az, nem tudom, hogy tárgyról beszélünk-e, hiszen ez nem csak egy könyv, hanem kártya is. És a harmadik főszereplő pedig pont velem szemben ül, úgyhogy szeretnélek megkérni Frabato, hogy fáradj már ide ki hozzánk. Szeretném bemutatni, ha valaki nem ismerné, bár azt nem hinném, a mikrofonod is ott van. Ja. El sem merem mondani, hogy most mi mindent kéne nekem elmondanom rólad, mert úgy értem, hogy ő is imágus, meg nem tudom, mert jobb, hogyha ezt te mondod el, illetve amire kérlek még, hogy a szellemi közreműködésed ebben a dologban egyfelől neked is benne van, másfelől jobb, hogyha te mondod el pontosan, mi is ez a taró. Ami egy fontos momentum ebben a tarókártyában, és ha látjuk a filmben játszás, nem tudom mennyien figyeltétek, Mária néni nem a képeket nézte, amikor megfogta a kártyát, hanem ide tette a harmadik személyhez. Ami a jóslásnak, vagy bármiféle tarókártyának, hogy hívhatjuk bármilyen kártyának a legfontosabb eleme. És egy szót mondott erről, ez egy nagyon nagy erőt képviselő kártya. Ennek nagyon fontos momentuma van, mivel a tarókártya egy életmutató kártya. Létsikokkal átlépni ahhoz, és a Viviennek sikerült, mert sajnos jó értelemben, rossz értelemben és nagyon sok dolgon ment át. Sikerült egy csomó olyan létsíkon átlépnie, amit megvan a tehetség hozzá, egy kártyával le is tudott rajzolni, le tudott festeni. Ez, ha egy bizonyos adott kártyán belül összejön, és én nagyon sok kártyát fogtam már, több százat, általában vagy egy művészet csináltatnak meg ezoterikus emberek kártyát, vagy esetleg saját maguk próbálják megcsinálni, de nem sikerül jól a képhatás. Az a Viviennek ez egyben van. Ez egy olyan
érdekes dolog, és a Mária néni, ami nagyon rátapintott a harmadik szem, a jövőbelátásnak a rejtélye. Ebbe a kártyában benne van. Ez egy erőkártya. Én szoktam mondani azt, aki hozzám bejön és meg szeretné venni, vagy érdeklődik el felül, ki se kell bontani ebből a csomagból a kártyát, mivel ha csak uralod, hazaviszed, akkor egy olyan energiaközpontot indít el, úgymond a lakásodon belül, vagy egy olyan életúthoz tud téged hozzásegíteni, ami egy plusz az adott embereknek. Ami még egy nagyon fontos momentum ebbe, hogy nem sokan tudják, nem tudom, lehet erről beszélni, hogy a Vivian igazából Mária néni mellett volt, nem lehet erről beszélni, akkor erre nem beszélünk, akkor inkább kérdezni. Szerintem az ezoteria olyan mértékben lehet jelen a mi kis életváltásunkkal, tehát 1990 után az életünkben, hogy mindenki tudja, mit jelent az, hogy jóslás, kártyajóslás, most már használjuk is ezeket a dolgokat, de én úgy érzem még mindig, és utána néztem pont most az interneten, és igazam is volt, hogy a tarót még mindig nem, tehát kevesen ismerik. Mert a taró nem a jóslásnak az alapelleme. Tehát jóslásra nagyon sok kártyát használnak, cigánykártyát, gyanommardot, bármilyet használhatsz. A taró egy életút mutató. Igazából, ha ezt kiveted magadnak, amit nem is szabad sokszor csinálni, évente 12-szer minden hónap első napján igazából, kapsz egy bizonyos életút mutatót, és ha e felé tudsz menni, akkor igazából spirituálisan segíted magad elő ahhoz, hogy a következő reinkarnációs folyamatba egy pluszt érjél el, egy pluszba kerüljél bele. Tehát magyarul rossz, ha azt mondjuk a taróra, hogy jóskártya, jobb, ha azt mondjuk, hogy egyfajta beszélgetőtárs. Tökéletes a megfogalmazás, hogyha beszélgető társként tudod használni, akkor már olyan szinten vagy, hogy igazából átlagon felül. Én azt mondanám, hogy az önismeret kártyája. Hát igen, hogyha képesek vagyunk leülni magunk mellé, és remélem, hogy igen. Visszatérve Vivianre, és mielőtt még tovább mennénk a taróval, én szeretném megkérni Húszabó István színművészt arra, mert Viviannel kapcsolatban azt tudniuk kell, hogy egy hihetetlenül színes emberről beszélünk, aki fest, zenét szerez, verseket ír, egyáltalán ír, így éli az életét, és nem most, hanem ha jól tudom 10-12 éves korod óta, ugye? 12. Tehát kezdetektől fogva, én meg hiába beszélünk most a taróról, hiába a taró most a főszereplő, mégis azt szeretném, hogyha egy kis fogalmunk lenne arról, hogy mi is az, amiket a Vivian leír, hogy hogyan is néznek ki ezek a versek. István? A tégla. Merész, ki hátán cipeli a megszúrkált szentet. Még merészebb, ki eleven húsából reteti a gyöggeseinket. De a legmerészebb mind közül az volt, ki a gonosz gyalog hintóján fekve, pompás karnevál közepette, szemével az ég útját követte. Tehát ajánlom a verseket is a taró mellé, valahogy a kettő együtt jár. Talán nem véletlen, hogy az utolsó kötetnek, amit van a kezemben, Sors, Ok a címe, és ráadásul a taró és a sorsok bizonyos szempontból össze is ér. Hogyan is, Vivian? Időben. Időben mind a kettő 2007-ben jelent meg, a sorsok áprilisban, a taró pedig októberben. Ez is része annak, amiről az elején beszéltünk, hogy eléggé gyorsan zajlanak a dolgok bent is, kint is. És más összefüggésben is összeérnek. A sorsok az egy olyan tömény, intenzív időszaknak, amiben sokkal több volt a pokoljárás, mint a mennynek a megtapasztalása, a lezárása, ami mindenféleképpen szükséges volt ahhoz, hogy meg tudjon nyílni számomra az út, a dolgok egyfajta másképp való értelmezésére, ami a taróba kellett, hogy megfogalmazza.